látható egy lejtő. És ezt hogy bírják itt kiszélesíteni, mert egészen a lejtő le fog lejteni, hiába próbálják ki kettőre kihúzni, egyszer nem bírják, mert ez le van lejtve. Ez egész itt egy nagy lejtő, amit láttok. Felvételen is, akkor itt én is itt a lejtőn végigmegyek. És ugye azok, hogy a kulancsokban érjek bele. Egy nagy a fűítem. Hát, és erről beszéltem, hogy itt van, hogy a sinek kávé 2 méterre fönt vannak, még alig van nincsen annyi, hogy mind a két felén kifoljon, és akkor itt nem is fognak csinálni a lejtőre, mert lehet, hogy még bírják csinálni, itt látszik a magaslaton, nem válaszok fel, de ami kulancsorrat összeszedjek, meglátszódik. Beszéltem előbb, kb. 2 méterre van lent, és akkor a terület nincsen, nagyon szélén rakják ki, azt nem bírják, mert akkor még lehet, hogy kidől, lepír, akkor nagyon nagy annak az esélye, hogy feldől a vonat, ami gyorsan fog menni, elméletileg megy majd olyan 250 km-es óránkénti sebességekkel, vagy még gyorsabban, és az egyszerűen ki fog dőlni, hogy azt itten nem bírják megoldani, mert itten lejtő van. És én nem tudom, hogy fogják ezt megoldani. Vagy úgy bírják megoldani, hogy itten feltöltik az egész földet, itt ami van, mindenhol nem fog lenni. Képzeljék el, amit itt látunk, tel van vad szamócával, vad eperrel, még málnával, a többi nem lesz, hanem le fogják taposni. Az élővilág egyszerűen meg fog tűnni, létezni. Lesz valami dombféleség, de le fogják földeni, vagy nem tudom. A másik verzió rá az, hogy beszedik, és akkor egyszerűen csak leszedik az egészet, hogy lemélyítik. Egy pár métert leszednek, és akkor az úgy könnyebben kijön nekük. Nem kell annyi sok mindent csinálniuk. Egyszerűbb a földet leszelni, mint hogy hozzáépíteni még egy réteget. Itt van, amit nem lehet itt érteni. Annyi sok munka van vele, és hogy eredetileg ebben az évben fel fogják építeni. Közben meg ott van a másik, az az autópálya. A másik videóban is említettem. És sokkal egyszerűbb lenne átalakítani. Lenne egy egyszerű megoldásra a híd. Például úgy képzeljük el, hogyha egy híd lenne a tetejére húzva. Egy híd, ami olyan vonal, mint van a japán gyorsvasút, ami mágnetos, hogy az fönt van a tetején. És úgy. Mágnesa megy, és az végigér, hogy nem megy bele az utazásba. Alul van, az autós közlekedés, meg a motoros, és felette van a maga a vasút. De szerintem azt simán vasúta is meg lehetne csinálni, felül kell építeni egy jó nagy hidat, és akkor nyugodtan menne, nem alulra, hanem felülre, egy egész méter hidat kihúzni, és ott annyi vonat mehet, amennyit csak akar. Ők tudják ezt, vagy pedig azt is el lehetne csinálni, hogyha már annyira fejlett ország akar lenni, ahol én élek, megfogják, és akkor középre beraknak például és 2 darab simpárt, és akkor elférnek. Az attól függ, hogy milyen jó tudnak majd hajtani az autósok, ha neki mennek, vagy nem mennek neki. Az is egy megoldás. Hagyjattam, ha közepére beépítenének egyet, azért lenne egyszerűbb az autóutat átalakítani, mert ott minden felület sima. Itt még jól látható, itt a vonaton, még nem sima a felületek, hanem nagyon sok benne a domb, féleség, görincsek, meg egyéb más dolgok vannak, és ez miatt nagyon nehéz lesz, mert ki tudja, hogy itten mik olálkodnak. Hogy itten lehet, hogy az is lehet, hogy aki hozzáér, az rossz dolgok fognak vele történni. Azt jelesek, utána kellene nézniük, hogy ez itten a sínnek van egy történelme. Milyen is van ennek? Kik építették ezt a... Na mindegy, ők tudják azt, és ott van, sokkal egyszerűbb lenne, és így, ilyen is, hogy ha netán az autópályára beépítenének 2 darab simpárt, akkor hirtelen miben átváltana, ahol én élek, fejlődő országból fejlett országra, mert nagyon kevésnek van olyasmi simpárja, hogy az autóútnak a 2 sávára közepére be van rakva, és végkös sávon tovább közlekednek az buszok,
nem a buszok közlekednek ott, hanem a teherautók. Egyszerűen már nem kell akkor a sínpár, hogyha be van rakva az a két darab sín. Akkor már feleslegessé válnak a teherautók, maximum csak ilyen kisebb személyi kocsik mehetnének, ilyen kombik, meg buszok, és akkor már egyszerűen biztonságosabbá is válna az autóút használata. Nagyobb befektetés volna. Lehet, hogy soknak tűnne a befektetés, de aztán megtérülne. Mint hogy itt ezt talán aztán szenvelni, talán javítgatni, mit nem tudom, mit. Ezt itt kellene hajni, felújítani. Legegyszerűbb volna, egy kicsikét meg kellene kavicsoztatni. Egyéb mást vele csinálni. Hát ez az én véleményem, ez az én személyes véleményem, nehogy valaki tényleg megbántsak. Ez az én elképzelésem. Lehet, hogy úgy sem lesz úgy, ahogy én elképzeltem. Köszönöm a figyelmeteket, ismételten, szevasztok!